Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Hunor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet és emberismertet fejlesztő képzésén. Én Csonka Erzsébet vagyok, Rákóczi falváról érkeztem. Először is megkérem Önöket, hogy a mobiltelefonjukat kapcsolják ki, vagy némítsák el. Köszönöm. Érdemes jegyzetelni. Megkérem Önöket, ha bármi kérdésük lenne az előadás közben, írják le, és a végén lehetőségük lesz, hogy választ kapjanak. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül. PPH előtti foglalkozásom a természetgyógyászat volt, mára viszont már a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Azért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert sehol nem találtam választ arra, hogy miért vagyok itt a Földön, hogy tudok az embereknek hatékonyan segíteni, és már a PPH előtt több mint 20 évvel sok helyen kerestem kérdéseimre a válaszokat. Tanfolyamokra jártam, könyveket vettem, előadásokat néztem, nagyon-nagyon jó dolgokat tanultam, nagyon jó tanáraim voltak, de azzal a rengeteg tudással egyedül a saját egészségemet tudtam rendbe tenni, amivel sok dolgom ugyan nem volt, mert 30 éves alig múltam. A megválaszolatlan kérdéseimre viszont itt találtam meg a választ, és azt a sok időt, pénzt, amit ráfordítottam az előzőekre, igazából nem sajnálom, mert egy ökkora előképzettséget adott, amire rá tudom építeni a mostani tudást. Tehát a hiányosságokat tudom pótolni. Itt a PPH-nál kaptam meg azokat a válaszokat a kérdésemre, amiket 20 évig kerestem. Itt a coachképzések által sokkal jobban tudok bánni saját magammal, az életemben szinte mind a 10 életterülettel, és tudom, hogy ezzel a tudással egyéb hiányosságokat, amiket még nem tudtam megoldani, tudatlanságom vagy hibáim miatt, azt mind ki tudom javítani. Ebben tud nekem segíteni vezetőnk, aki személyes segítséget nyújt a hozzáfordulóknak. És így tudok segíteni a legjobban az embertársaimnak és sokkal több embernek, hogy jobb emberré válhassanak, jobb életük is lehessen. Így megtaláltam azt a helyet, ahol nem csak a válaszokat kaptam meg, hanem olyan komplex, mindenre kiterjedő tudást és módszereket, amivel tudom alkalmazni a megkapott tudást, be tudom építeni az életembe, kezdem látni, hogy ki vagyok, honnan jöttem, miért jöttem, mit kell tennem, ezzel a tudással hogyan tudom megvalósítani, mit vállaltam, és hová tartok. Szedlacsik Miklós a Nyílt Akadémián egy olyan komplex rendszert épített ki, nem csak a tudásban. Bármit meg tudunk valósítani önmagunkon keresztül, és csak azt tudjuk átadni, amit mi már tudunk alkalmazni, tudjuk, hogy mit akarunk, merre menjünk. Tehát itt ebben a rendszerben együtt van az összes tudás, ami az élet működéséhez kell, és itt megvan minden tudás ahhoz, hogy az ember élet működéséhez meg tudjuk valósítani ezen keresztül. És ugye egy olyan felsőbb rendű tudásra van ebben a különleges időszakban szükség, ami sehol máshol nincs meg, mert Szedlacsik Miklós a teremtőtől, az égiektől kapja az égi szellemi törvényeket. Ezt sehol máshol nem kaphatod meg. Itt úgy van kidolgozva az egész rendszer, hogy csapatokban működünk. Már a vezetők képesek arra, hogy a csapattagok alapkérdéseit meg tudják válaszolni, és a tudás úgy ér valamit, hogyha átadjuk, megtanítjuk az embereket. Nem helyettük megtesszük, megtanítjuk őket, hogy mit, hogyan kell. Előadunk egy olyan vezető, akinek a tudása, a képességei és a tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon.
Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló a mi vezetőnk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót, úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Vezetőnk életküldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, tanítónkat, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Remélem mindenki jól hall, jól lát. Jelenlövők biztos. Hátul is hallani? Oké, köszönöm. Hát éppen a legnagyobb teremben vagyunk, a Lurdi házban. És elég szépen megtöltöttük ezt a termet, nem? Tehát vannak itt olyan emberek, akik szeretnének fejlődni. Én mindig világéletemben úgy gondolkodtam, hogy olyan dolgokat szeretnék az ember és az élet működéséről tudni, amit valahogy kihagytak, és furcsa volt számomra, hogy kihagyták a tanulmányaimból. Olyan felnőtt akartam volna lenni gyerekkorban, nem tudom, te hogy vagy ezzel a kérdéssel, aki ismeri elsősorban az emberek működését, és tud hatni az emberek működésére. Tehát nem tudom, te hogy voltál ezzel, de én nekem volt egy olyan gyerekkori álmom, hogy majd hatni az emberek működésére. Nyilván nem negatív értelemben természetesen, hanem pozitív értelemben, és ez mindig ott fogalmazódott meg bennem, hogy hatni az emberekre. Most eljött az az időszak, amikor épp itt az ideje, hogy hatást gyakoroljunk, nem jak, gyakoroljunk az emberekre. Hála Istennek, addigra, mire eljött az időszak, hogy nagy hatást kellene gyakorolni az emberek életére, hát most már elég sokan vagyunk. De az nem azt jelenti, hogy nagyon sokan, csak elég sokan ahhoz, hogy hatást tudjunk gyakorolni. És hát miért kellene hatást gyakorolni az emberek életére? Hát mert egyre nehezülő világban élnek az emberek, és kezdjük megtapasztalni, akik itt vagyunk, hogy annak ellenére, hogy nehezül a világ, lehet úgy élni az életet, hogy bizonyos embereknek, akik tesznek azért, hogy másoknak is könnyebb legyen az életük, könnyebbé válik az életük. Tehát lehet abban a világban is könnyebb életet élni, amikor a világ nehezül. Márpedig egy olyan világban vagyunk, ahol a közeljövőben nem lesz könnyebbedés. Tehát volt egy előző válság, gondoljátok végig 2008-tól. Azt mondja, hogy több mint 7 év kellett hozzá, de 7 teljes év kellett hozzá, hogy kilábaljon a világ belőle. És az a válság hol volt ez a mostanihoz képest? Sehol. Na most egy válságból, ami
Felese volt, szó szerint felese. Kellett 7 év, akkor vajon mennyi kell egy ilyen válságból való kilábaláshoz? Ahol éppen néztem, mit tudom én, az ilyen 4-5%-os THM-ek, az most 17,9%. Érted? Ugye mi a THM? Hitelmutató, ugye, mit tudom, mi a T betű, ki tudja? Teljes, igen, oké, köszönöm szépen, teljes hiteldíj mutató. Tehát ami azt jelenti, hogy ugye a hitelben lehet elsősorban látni, hogy hát éppen a gazdaság, éppen a világ az hogy halad. Hogyha alacsonyak a hitelkamatok, akkor ugye jól muzsikál a gazdaság. Ha magasak a hitelkamatok, akkor nem így van, hanem az ellentéte. Ezzel nyilván nem azt szeretném mondani bárkinek, hogy vegyen föl hitelt, csak ugye a szemem elé került egy ilyen dolog. Tehát itt egy olyan világban élünk, ahol egyetlen egy emberre számíthatsz, hogyha azt akarod, hogy lazán átviseld, nem vészeld, tehát simán úgy átéld ezt a gazdasági helyzetet, ami most van a világban, hogy akár nem visszaesést, hanem növekedést okozzon ez az életedben, ez az egyetlen ember meg te vagy. Senki más. Tehát ami azt jelenti, hogy itt van előtted egy lehetőség. Lehetőség arra, hogy olyan dolgokat tanulj, amit máshol úgysem tudsz. Lehetőség arra, hogy kihasználj ezzel párhuzamosan egy gyakorlási lehetőséget, ahol a tanultakat át tudod vinni a gyakorlatba. És ráadásul még arra is lehetőséget kaptál, hogy az anyagi helyzetedet azt olyan szintre tud emelni, hogy fokozatosan természetesen, hogy ne legyen probléma ez a, hát mondhatjuk azt, hogy retteltes infláció, ami most van. És érdekes, mert ugye itt, ahol nem euró van, tehát ugye nem tudom mennyire nézegetted azt, hogy az eurós övezetben is milyen áremelkedések vannak. Tehát ilyen 20%-os áremelkedések. Hát mi meg ennél jóval nagyobbakat tapasztaltunk, ugye a pénzromlásunk miatt. Tehát most gondold végig, itt van egy olyan világ, ahol hát lehet, hogy ugye régebben, ha megnéztük, akkor hogy vészelték át az ilyen helyzeteket? Hát úgy vészelték át, hogy értékesítettek az emberek. Tehát én dolgoztam már olyan tevékenységben, amiben gazdasági válság idején volt a tevékenység, és mégis sikerült elérni azt, hogy a gazdasági válságban ne csökkenés legyen, hanem növekedés. Ezt úgy lehetett elérni, hogy olyan tevékenységet végzett az ember, ami értékesítés, és olyan értékesítés, ami abban az időszakban működött, és egy olyan értékesítés, amiben nem csak a saját értékesítésből tudott az ember részesedni, hanem mások értékesítéséből is.
De most itt van egy gond ezzel kapcsolatban, hogy egy olyan válságot élünk, ahol gyakorlatilag alig tudsz olyan területet mutatni, bármilyen területről van szó, amiben nem mutatkozna visszaesés. Tehát azok a területek, amikor ugye azok a válságok voltak, hát gondoljátok végig, hogy én már így működtem 95-ben, amikor ugye volt egy olyan inflációnk, hogy 36%-os infláció, majd 2008-ban ugye akkor is volt egy gazdasági válságunk, és ugye mégis ezeket sikerült valamilyen szinten átvészelni, de most egy olyan helyzet van, ahol ugye nem olyan, mint régebben, hogy bizonyos ágazatoknál volt visszaesés, és bizonyos ágazatoknál meg nem, de most lassan nem tudsz olyan ágazatot mondani, amiben nincs visszaesés. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy hát bármiben valaki belekezd, akkor avval találja szembe magát, hogy visszaesés van. Tehát bármibe. Tehát ahogy az emberek pénze csökkenni fog, vagy pénzének az értéke fog csökkenni, tehát a pénz vásárló értéke csökken, úgy fog visszaesni látványosan mindenhol a gazdaság, tehát minden gazdasági területen. Na most egy olyan területen én még nem voltam, ahol, illetve voltam már, mert itt a Covid idején is voltunk. Ott volt az, hogy óriási visszaesések. Na most gondoljátok végig, hogy mit fognak tenni az emberek, hogy növekedhessenek. Nem fognak tudni csinálni semmit. Van egy hely, egy terület, ami növekedni fog ilyen esetben. Tehát van egy emberi szabály. Az a szabály a következő, hogyha az anyagi természetű téren már nincs megoldás, akkor az ember a szellemi területhez fordul segítségül. És bizony mi szellemi területtel foglalkozunk. És most gondoljátok végig, hogy a Covid első évében mi 100%-os növekedést csináltunk. Gyakorlatilag annyit növekedtünk egy év alatt, mint előtte 9 év alatt. Érted? Tehát annyit növekedtünk. Tehát ami azt jelenti, hogy a létszámunk annyit növekedett, mint előtte 9 éven keresztül, ez azt jelentette, hogy megdupláztuk a létszámot. Egy év alatt. Sőt, mondhatjuk azt, hogy az elmúlt 12 évben, a Covid időszak alatt, az első Covidos évben, növekedtünk a legeslegtöbbet. Értitek? Tehát az emberek, azt kell átlátnotok, hogy az embereknek nem lesz más lehetőségük, mint a szellemi fejlődés. Aki még abban se lát majd lehetőséget, hogy szellemi fejlődés, az azt fogod látni, hogy szó szerint elássa magát. De szó szerint értsd. Tehát egy olyan világban, ahol másokra nem számíthatsz, csak magadra, egy olyan világban, ahol minden esik visszafele, egy olyan világban csak egyetlen egy dolog tud okozni, tehát egyetlen egy dolog tud növekedést okozni, az pedig az, hogyha az ember képessé válik használni az agyát.
Érted? És nem olyan dolgokban, amit rég tanult. Amit régen tanult. Tehát nem a szakmájában, nem esetleg egy hasonlóban, mint a saját szakmája, hanem olyan dolgokban, amit a mindennapi életben tud hasznosítani, egy, kettő, az élettel kapcsolatos tudás, a másik pedig az emberek működésével kapcsolatos tudás, beleértve a saját működését is. Tehát ugye, akik itt ülnek az első sorokban, pontosan tudják azt, hogy a saját magunk fejlődése az milyen akadály, tehát gát, vagy milyen előrevívő dolog, ha már azt a gátat sikerült lebontani. És egy olyan világot éltünk eddig, ahol tudatosan az emberekbe felépítettek gátakat. Mik? Kik? A hatalom. Szó szerint. Azért, hogy az ember az egy kiváló szolga legyen. Egy biorobot. Szó szerint. És ezt tökéletesen meg tudták csinálni. Tehát ahol volt gazdasági fejlődés bármilyen országban, ahol az oktatás állami kézben van, ott mindenütt kitermelték a biorobotokat. Ezek a biorobotok maguk az emberek. Oké? Ami annyit jelent, hogy a biorobot az képtelen önálló tevékenységre, mert semmi olyat nem tanult, hogy ezt hogy kell csinálni. Nem tanult. A kutya se tanította neki. Azt tanították a biorobotnak, hogy hogy kell majd szolgának, jó szolgának lenni. Hát jó szolgának. Ki hallott olyat az iskolai tanulmányai során, hogy most azért tanulsz ott az iskolába, hogy jó vállalkozó legyél? Tegye már föl a kezét. Itt senki nem tette föl a terembe a kezét, pedig nagyon sokan vagyunk. Szerintem otthon sem tettétek föl a kezeteket. De azt hallottuk, hogy hát tanulj, fiam, hogy majd legyen egy jó állásod. Nem? Ahol majd elég pénzt keresel. És alkalmazottként, tehát nem úgy, hogy vállalkozóként saját magad alkalmazottja vagy, hanem egy idegennek vagy alkalmazottja. Hol kellett saját magadnak kialakítani a saját munkakörödet? Tehát beültél egy munkakörbe. Lehet, hogy nem sok tanácsot tudtak adni, mert nem írta le az előző ember, aki a munkakört betöltötte, hogy mit csinált. Ezáltal ugye nehéz volt a te kezdésed, és saját magad kellett megtapasztalnod dolgokat. De ugye a legtöbb helyen, ha megnézed, beültetik az embert egy munkakörbe. Még akkor is, ugye, hogyha nincs semmi kidolgozva, hogy ott neki mit kell végeznie, és maga szenvedi ki a saját munkakörülményeit. De gondold végig, utána, amikor kiszenvedte a munkakörülményeit, akkor ő mennyire a saját főnöke,
és mennyire dolgozik saját magának. Mennyire? Tehát gondold végig, az mennyire saját magunknak dolgozás, hogy ugye te azt gondolod, hogy fizet személyi jövedelem adót, meg még esetleg más egyéb adókat, de a legtöbb dolgozónak még arról sincs halvány fogalma se, hogy afelett, amit te a bérpapírodon látsz, levonásokat, afelett még a munkáltató azért, hogy téged alkalmaz, mennyit fizet az állam felé. A legtöbb dolgozónak a bruttó-bruttójáról halvány lila gőze sincs. Azt hiszi, hogy annyi az összlevonás, amit a bérpapírján lát. A múltkor beszéltem arról, ha emlékeztek, hogyha te alkalmazottként dolgozol, akkor gyakorlatilag fizetsz azért, hogy te alkalmazott vagy. Két dolgot is fizetsz. Azért, hogy alkalmazott vagy, fizetsz az államnak, közvetett módon, úgyhogy a munkáltatód utalja át azokat a pénzeket. És fizetsz a munkaadódnak is, hiszen te hasznot termelsz, és a haszonnak lehet, hogy egy szikra százalékát se kapod meg. Tehát a haszon azt jelenti, hogy a fizetésed feletti rész. Világos ez? És a fizetésed befizetései utáni rész. Feletti rész. Tehát gondold végig, ha te nem hoznál alkalmazottként a munkaadódnak pénzt, akkor nem alkalmazna. Tehát te hasznot hozol neki, ezért alkalmaz. Na most, az azt jelenti, hogy te azért tehát, hogy alkalmazott vagy, gyakorlatilag fizetsz a munkaadódnak. Emlékeztek erre? És mivel nem tanítottak arra, hogy hogyan válj önállóvá, félsz az önállóságtól. És el sem kezdesz olyan tevékenységet, ami által önállóvá válhatsz. És egész életedben kiszolgáltatott maradsz. Egész életedben. Tehát gondoljátok végig, hogy egy olyan világban vagyunk, ahol a legtöbb ember az kiszolgáltatott, mert alkalmazott vagy kényszervállalkozó, és ráadásul még van egy óriási pénz értékének a romlása. Tehát a pénz vásárló értékének a romlása. Hogy fogják ezt a helyzetet megoldani az emberek? Tehát ezt tudod, mi lesz? Mondom előre. A legtöbb ember, aki nem hajlandó fejlődni, a következőt fogja átélni. Azt fogja átélni, hogy egyre kevesebbet és kevesebbet tud a jövedelméből vásárolni. Addig nem is nagy gond ez, ameddig az embereknek tele a hasuk. Oké? De amikor elkövetkezik az az időszak, hogy már arra sem lesz elég a fizetés, vagy a kényszervállalkozói jövedelem, hogy az ember jól lakjon. Akkor mi lesz? Ugye az lesz, már az előtt is lesz ilyen probléma, hogy a pénz miatt, és amiatt, hogy most mire költsük a pénzünket, mert kevés, és kellene költeni erre is, meg arra is,
Tudjátok, mekkora veszekedések lesznek a családokban? Hogy most akkor mire költsük, erre vagy arra? Mert az egyik azt akarja, hogy erre költsük, a másik azt akarja, hogy arra költsük. Ebből akkora veszekedések lesznek, hogy ihaj, hogy a házasságok java emiatt tönkre fog menni. Tehát nem elég, hogy lesz nekik egy gazdasági válság, a házasságok java tönkre fog menni. A bíróságok, amelyik válásokkal foglalkoznak, nem fogják győzni a vállópereket. Oké? Mondom előre. És akkor nézzük tovább. Mi lesz még? Ugye a gyerek sem tud annyit kapni majd az embereknek, mint amit előtte kapott. De a gyerek az nem toleráns. Az nem ért meg ilyen dolgokat, hogy eddig ennyi mindent kaptam, innentől meg még nem kapok. Nem fogja megérteni. És követelődzik. Ezáltal a szülő és gyerek kapcsolat is meg fog romlani. Oké? Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy úgy fognak szétesni a családok, ahogy az anyagi helyzet romlik. Tehát ugye én megtapasztaltam azt, hála Istennek, sok-sok ezer ember, sok tízezer ember által meg tudtam azt tapasztalni, hogy mit jelent az az emberek életében, mikor elérnek egy viszonylag jó életszínvonalat, és abból kell leadni. Azt tudod, milyen, mennyire sokkal nehezebb az embereknek, mint mikor azt tapasztalják meg, hogy milyen szűkölködni. Érted? És onnan kezdenek el lassacskán emelkedni. És hogyha onnan elkezdenek visszaesni, akkor vissza tudnak emlékezni, hogy mi szűkölködtünk. És akkor hogy is csináltuk? És ott van a nyugati társadalom, gondold végig, ahol nem volt szűkölködés már több generáció óta. 25 év egy generáció. Tehát ami azt jelenti, hogy már két generáció óta nem volt szűkölködés. Oké? Ami azt jelenti, hogy nem tapasztaltak meg szűkölködést. Hogy fogják megélni a szűkölködést? Mondok példát. Itt van például az EU, és itt van a háború. És tudjuk, hogy mi Ukrajna pártiak vagyunk, EU-s. Ami, tudjátok, hogy szankciók vannak az oroszokkal szemben, mindig újabb és újabb, és az ukránokat meg támogatjuk. Nem tudom, hallottatok-e róla, bizonyára igen, hogy nemrég hozott egy olyan határozatot az EU, hogy hitelt vesznek föl az EU tagállamok azért, hogy humanitárius segélyeket adjanak a ukránoknak. Szerintetek, akik hozták ezt a határozatot, azok fogják kifizetni a hitelt és annak kamatait? Hanem kik? A lakosság. És elsősorban szerintetek kik fogják kifizetni? Az alkalmazottak. Oké? Ami azt jelenti, gondold végig, hogy az EU tagállamokat most úgy, ahogy van, el akarják adósítani, még jobban, mint eddig. És ez egy friss határozat, ezt most hozták egy-két hete. Oké? Okay. Csak úgy mondanám, hogy mi közünk nekünk az ukránok és az oroszoknak a kapcsolatához, mi közünk hozzá, mikor nem EU tagállam, nem NATO tagállam, mi közünk hozzá?
Semmi. Érted? Semmi közünk hozzá. A másik, hogy nem tudom, tudjátok-e, hogy kijönnek Ukrajnából a ukránok, és akkor ezért kapnak itt segélyt. Utána meg hazamennek. Vagy tovább mennek, és a következő országba is megkapják a segélyt. És esetleg még tovább mennek, akkor lehet, hogy az utána következő országba is megkapják a segélyt. Hát ezt úgy hívják, hogy elmebetegség. Erre csak ezt tudom mondani. Nem azoknak, akik kapják, hanem akik adják. Azoknak. Ugye megnézték azt, hogy vannak-e ukrajnai menekültek Záhonyba. Egy fia menekültel se találkoztak. Pedig ott töltöttek el sok időt. Egyetlen egy menekült nem volt. Akik jöttek, azok jöttek, mentek. Tehát jöttek, visszamentek. Tehát biztos fölvették a segélyt, és visszamentek. A kutya nem ellenőrzi, hogy ki veszi föl a segélyt, vagy ki nem. Csak az a lényeg, hogy ukrán legyen. Érted? Jó, most azt mondod, hogy kit érdekel. Ha alkalmazott vagy, hidd el, hogy fog érdekelni, mert ezekre a egyetlen egy országnak sincs az EU-ban pénze. Igaz? Egyetlen egynek sem. Érted? Tehát minden ország gazdasági problémával küzd, minden ország pénzügyi gondokkal küzd, és akkor segélyezünk, érted? Tehát van egy ilyen dolog, hogy segíts magadon, és az Isten is megsegít. Emlékszel erre a mondásra? De nem az a mondás, hogy segíts másokon, és az Isten is megsegít. Nem? Tehát akkor tud valaki másokon segíteni, hogyha saját magán nem kell. Nem? Hát ha egy emberen saját magán is kell segíteni, akkor hogy segítsen másokon? Ugyanez egy ország. Ha egy ország magán nem tud segíteni, hogy segít másokon? Ha elkezd másokon segíteni, és magán nem tud, azt úgy hívják, hogy elmebetegség. Az a tönkre teszi saját magát. Érted? Tehát ezért például nálunk is, mikor tanulókat szervezünk, neked nem az a dolgod. Tehát a tanulói szervezés az egy feladat, egy munka, egy dolog. Nem az a dolgod, hogy embereknek segíts. Az a segítés gyakorlatilag, hogy tanulóvá teszed. De onnantól kezdve a problémáinak a megoldása az nem a te dolgod. Kivétel, ha már vezető vagy igazgató vagy itt. Érted? Az egy más helyzet. De ha te egy nem vezető vagy, és nem igazgató, akkor nem az a dolgod, hogy olyanoknak adjál tanácsot, akiknek gondjaik vannak. Mert még neked is vannak gondjaid. Először old meg a saját gondjaidat, és majd utána tud segíteni másokon. Világos ez? De hát még egyszer mondom, a szervezés az egy munka, egy feladat, egy dolog. Érted? Jó, azzal, hogy szervezünk valakit, azzal tanulóvá tesszük, és ezzel már eleve segítünk. Hogy tanulhat, fejlődhet, képessé válik lépésről lépésre megoldani a saját problémáit. Nem az a dolgod, hogy coachingold őket. Mi a coaching? Coaching azt jelenti, hogy ember és életjobbító. Oké? A coachingol, illetve a coach ezt jelenti, hogy ember és életjobbító. A coaching azt jelenti, hogy kihozni valakiből a legtöbbet és a legjobbat. Tehát a legjobbat és a legtöbbet.
Tehát az ember maga megtanulja azt, hogy képes legyen magából is kihozni a legjobbat és a legtöbbet. És ezért a legjobbal kezdjük, nem a legtöbbel. Tehát, ami annyit jelent, gondold végig, hogy itt vagyunk, és szüksége van a bolygón lévő lakosságnak arra, hogy ezt a helyzetet, ami most van, az kezelje. Hát most gondold végig, van, aki most itt Kanadából jött. Mit érinti a kanadaiakat például az ukrajnai háború? Rálunk azt mondják, hogy azért van válság, mert az ukrajnai háború miatt. Akkor kérdezem én, hogy Kanadában miért van válság? Ott nincs ukrajnai háború. Vagy Egyesült Államokban. Mi közük nekik olyan mértékben ugye a ukrajnai-orosz összetűzéshez, mint nekünk? Érted? Mert mondhatjuk azt, hogy azért van gazdasági válság, mert nem kapjuk a nyersanyagot, nem kapunk ezt, azt, amazt kedvezményesen. Jó áron. Mit érdekli őket? Nem vásároltak oroszoktól ilyeneket. És mégis gazdasági válság van. Nem tűnik ez föl senkinek. Hogy akkor nem is tudom, ott mit adnak el avval kapcsolatban, hogy miért van gazdasági válságot ezekben az országokban. Esetleg nem azért, mert túlköltekeztek? Nem azért, mert eladósodtak? Nem azért, mert igen magas például a világon az egyfőre első legmagasabb adósságállománya az USA-nak van? Nem azért, mert amúgy is összességében is nekik van a legnagyobb adósságuk? Nem azért, mert esetleg a jólétet azt hitelből finanszírozták? Esetleg nem azért? Tehát nem az volt, hogy hitelből fizetünk, és azt a hitelt is hitelből fizetünk, ez egyszer véget ér. Nem lehet, hogy ezért. Mit adnak el Kanadában, mit adnak el Amerikában arról, hogy miért van náluk gazdasági válság? Hány háborút megéltek országok a világban, és nem okozott nekik gazdasági válságot, hanem a saját területükön volt. Na most mondok egy példát, ugye tudjátok, hogy már nem Kína a legnépesebb nemzet, hanem India. Tehát már Indiában többen laknak, mint Kínában. Ezt ugye én megjósoltam 2004-ben, hogy előbb-utóbb többen lesznek. És ez már be is következett. Na most, például az oroszok ez alatt az időszak alatt, március óta, mióta az EU szankciókat hoz az oroszokkal szemben, 350%-kal növelte meg a kereskedelmét, az exportját India felé. 350%-kal. Kína felé 50%-kal növelte meg az exportját. Hát, nem azért, de India, mit tudom, 1,7 vagy 6 milliárdos ország, vagy mennyi, érted? Na most, onnantól kezdve, gondold végig, Európa közel nincs ekkora. Az EU meg főleg nem. Mert az EU-ban nem csak, ugye az nem teljes Európa. És gondold végig, a Földön 100-valahány, mit tudom én, nem tudom, valaki hozzávetőlegesen tudja ezt, hogy hány országban a Földön valamit, 130, 140, valami ilyesmi. Na, abból 40 ítélte el az oroszokat. 40. Az EU tagállamok valami 30,
Mennyi? 6? Vagy 4? Tehát az EU tagállamon kívül még van 4-5-6-7 ország, amelyik elítélte az oroszokat. És szankcionálja az oroszokat. Ami azt jelenti, hogy gondoljátok végig, a világ nagy részével az oroszok fogják és ugyanúgy kereskednek, hanem jobban. Tehát az oroszok, akik voltak kint Oroszországban, beszámoltak, hogy tele vannak az üzletek. Nincs áruhiány. Tehát mit szúrunk ki velük, az oroszokkal? Semmi. Magunkkal. Oké? Okay? Tehát, mintha tudatosan csinálnák ezt, gerjesztenék ezt az egészet. Hogy tönkre tegyék a fehér lakosságot, mert ugye zömében még fehér lakosság van Európában. Hogy tönkre tegyék. Tehát ugye mi a baj a fehér lakossággal? Hogy öntudatos, és nem tűri el hosszú távon a diktatúrát. Rövid és középtávon még elmegy, de hosszú távon nem. És gondold végig, a többi faj, az kevésbé öntudatos. Őket nem is lehet diktatúra nélkül irányítani. Tehát kell összekeverni a fehéreket más színűekkel, hogy az öntudatuk csökkedjen. Ez kétféleképpen történhet, tömeges beköltözés, nem fehér emberek révén, egy, kettő, a fehérek tömeges kiköltözése Európába. Oké? Okay. Egy kérdés van, hogy mennyire nem látják át ezt az emberek. Ez a kérdés. Tehát gyakorlatilag miért Európával szúrnak ki, ha megnézed? Nagyon egyszerű. Emiatt velünk szúrnak ki. Hogy felhigítsák a fehér fajt. Oké? Okay? Mert addig, míg sok a fehér egyben, addig ott nem lehet diktatúrát bevezetni. De hát bárki azt gondolja, hogy ezen a földön lesz egy központi világhatalom, akkor óriási tévedésben van. Tehát soha nem tudtak megegyezni egymással a hatalmon lévő 13 család. Soha. És mind a két világháború az egymás, a 13 család egymás elleni háborúja volt. És gondolod, hogy ez a 13 vezető család, ez majd meg fog egyezni abban, hogy legyen egy egységes központi hatalom? Nem. Tehát ennek utána lehet nézni, hogy mind a két háború az a 13 család ellentétéből alakult ki. Hát most gondold végig csak az első világháborúban, hogy unokatestvérek háborúztak egymással. Csak azért, mert más családhoz tartoznak. Érted? Tehát a cár és a német császár azok unokatestvérek voltak. Nézz utána, nem hiszed. Oké? Okay? És ugye átrendeződött az első világháborúval a 13 család hatalmi erőviszonya, és akkor ezt próbálták korrigálni a második világháborúval. De ugyanaz az ellentét a 13 család között megvan. Ugye volt olyan, hogy valaki amerikai elnök lett, azért, hogy ő legyen a 13 családban a legfelsőbb ember.
Erre fogták, azt kinyírták, hogy ne legyen. Úgy hívták, hogy Kennedy egyébként. És állandó viaskodás van, hogy persze meg vannak családok, amik megegyeznek egymással, de az nem az összes. Tehát Romanovok például elvesztették Oroszország területét, Szovjetunió területét. Majd visszaszerezték, most megint az ő kezükben van. Oké. Okay. Elvesztették ugye Leninnel. Ugye Putyinnal meg visszaszerezték. Oké, okay, tehát hol van ilyen, hogy meg fognak egyezni? Tehát nem kell attól tartani, hogy itt egy egységes világdiktatúra lesz. És most ugye kérdezném azt tőled, hogy itt van, állunk egy olyan világ közepén, ahol az átlag emberek számára elég kilátástalan dolog. De ugye miért kellene, hogy ragaszkodjunk Európához? Megnézed, minden tekintetből a világ összes földrészek körül a legjobb. Tehát Ázsia nem egészen olyan közel se. Amerika se olyan. Tehát sokkal több a természeti katasztrófa például Ázsiában, vagy Amerikában, mint Európában. Az éghajlatokkal is probléma van, hogy vagy túl meleg, vagy túl hideg. Itt az éghajlat is viszonylag normális. Afrikát megnézed, hát kibírhatatlan éghajlat van a fehér ember számára. Meg lassan már a fekete számára is. Na most gondold végig, Ausztrália, az kicsi. Kicsi, és ott is az a baj, hogy az éghajlat nem olyan. Megnézed ugye ezekben az országokban, vagy a földrészeken, van ahol túl sok a növény, van ahol túl kevés a növény. De ez is rendben van. Tehát ugye azért kellene ragaszkodnunk Európához, mert itt a legjobb lenni. Az összes földrészt figyelembe véve. Nem véletlenül születtünk ide. Ráadásul itt Európa közepén, meg különösen jó, ha jobban megnézzük. És a többi hely a világban nem olyan jó. Vagy meleg van, vagy hideg van, vagy mit tudom én, 6 hónapon keresztül minden nap szakad az eső, érted? Nézz körül. Ugye olyan területeken, ahol ugye meleg van és sok a növény, állandóan szakad az eső. Nem állandóan, mert fél évig nem esik, fél évig meg szakad az eső. Baromi jó. Szóval ezekhez képest ugye jó helyen vagyunk. De azt csinálnak az emberekkel, amit akarnak, ha az emberek nem tudatosodnak. Tehát most vannak olyan, ugye nekem volt egy olyan barátom, aki már a 80-as években, 70-es évek végétől hajózott. Tőlem idősebb volt egy 5-6 évvel, 7 évvel. Hajózott. Tenger, akkor még volt, tengerjáró hajóink voltak. Nem sok, egy pár darab. És ő tengerjáró hajózott. És akkor, mikor ugye szabadságon volt, akkor több hónapig volt otthon, majd utána megint, mit tudom én, mennyi időre elment hajózni. És ugye bejárta a földet a hajóval, és járt mindenféle országokban. Feketék laktak, sárgák laktak, fehérek laktak, vagy barnák laktak. És elmondta,
hogy már akkor a 80-as években volt ő a barátom, elmondta, hogy kiviszik a fehér nőket, ugye elsősorban a feketék és a barbák, majd a fehér nő rájön ott kin, hogy egy bádogviskóba vitték ki, csak jól eladta magát, és utána pedig használja az egész család, nem háztartási alkalmazottnak, érted? Hanem nem tudom, jól értitek-e, hogy mire használják. Nyilván nem a nők használják, hanem a férfiak használják. És utána ugye a konzulátuson kötnek ki az ilyen hölgyek. Ezt már a 80-as években mesélték. Mesélte nekem. Érted? Azóta rengeteg emberrel beszéltem, akinek ilyen színes férje van. Volt. Egyetlen egy olyan tapasztalatom nincs, hogy ne kellett volna a nőnek kimenekülni abból a kapcsolatból. Érted? Na most, ezt csak azért mondom, mert gondoljátok végig, hogyha itt színesíteni akarják Európát, akkor az mennyire tudatosság, hogy azért, mert egzotikum, azért össze kell vele szűrni a levet. Oké? Mert nem olyan, mint a többi, mert egzotikum, mert fekete, vagy barna, vagy akár sárga. Érted? És ez mi, ha nem tudatosság, hogy azt mondja, hogy még véletlenül se kell ilyen pár. És akkor fölmarad a fehér faj. Érted? Mert ez is a nőktől függ, nem a férfiaktól. Mert ha megnézed, valahogy nem vándorolnak be színes nők. Azok nem jönnek. Csak a színes férfiak jönnek. Kínából is jellemzően a színes, tehát sárga férfiak jönnek, jellemzően. Akkor Afrikából is, Ázsiából is. Érted? Nem fura? Férfiak jönnek. Miért? Mert a férfiak alapvetően nem akarnak családot létrehozni más színűekkel. Jellemzően. Oké? Ami azt jelenti, hogy én a fehér férfiakról, tehát a fehér férfiak jellemzően nem akarnak más színűekkel családot létrehozni. A nőkre már nem feltétlenül lehet ezt mondani. Na most tök mindegy, hogy mondjuk egy barna vagy egy fekete kiviszi Afrikába vagy bárhova máshova a feleségét, mondjuk aki fehér, vagy itt marad vele Magyarországon. Tök mindegy, akkor is hasonló a sors. Érted? Hasonló a sors. Tehát gondold végig, mennyire lesz szükség arra, hogy az emberek gondolkodjanak és tudatosodjanak, és ne azt csinálják, mint amit a többi csinál. Tehát most sajnos egy olyan világban élünk, ahol azt látjuk, hogy a többség az elkezd hülyeségeket csinálni. Ez van már 2020 eleje óta, hogy a többség az elkezd hülyeséget csinálni, és az emberekre jellemző az, hogyha a többség már hülyeséget csinál, akkor ő is elkezd hülyeséget csinálni. Tehát a kisebbség is.
Mert hát akkor biztos én vagyok a hülye, mert mindenki már azt csinálja, én meg nem, hát akkor én vagyok a hülye. Gondolják magukról a kisebbség. Most a kisebbség az, most nem a bevándorló kisebbségről beszélek, hanem most általánosan. Hát ugye tudjuk, hogy a lakosság nagy része például beoltotta magát. A kisebbik része az nem. És amíg ugye végig gondolja az ember, ez mindig így volt, hogy akik kitartanak egy darabig, egy idő után már azért nem tartanak ki, mert már mindenki azt csinálja. Ez semmi gond egy jó dologgal, de egy hülyeséggel. Hát most gondoljátok végig, hogy mennyire lesz szükség, ezt most csak azért mesélgettem ezeket a dolgokat, hogy mennyire lesz szükség az arra, hogy az emberek tudatosodjanak. Ugye nekünk van egy célunk, hogy képesek legyenek az emberek szeretetben, békében és boldogságban élni. Együttműködve élni. Azért, mert ugye a fentiek szerint a jövőben aranykornak kell lennie. Ennek meg kellett volna valósulnia már 2012 év végére. Most kitolták 2034 év végéig. Ami azt jelenti, hogy 2035-re aranykornak kellene lenni. Nem fogok most arról beszélni, hogy az aranykor az mit tud nyújtani az embereknek. De most gondold végig, hogy ugye beszéltem az elején arról, hogy anyagi nehézségek lesznek. És hogy fog segíteni a saját gyerekeden? Hogy fogod megoldani azt, amit pénzzel kell majd megoldani? Hogy? Ha nem létesítesz egy olyan tevékenységet, ami nem lecsengőbe van, nem csökken, hanem növekszik. Minél rosszabb az embereknek, annál jobban rászorulnak a szellemi fejlődésre. Nem csak itt, hanem a világon mindenütt. Ezt ha te nem látod át, akkor neked nincs semmilyen üzleti érzéken. Semmilyen. Tehát így működik az ember, minél nagyobbak a gazdasági problémák, minél nagyobbak a problémák egyáltalán, annál inkább szüksége van az embereknek a szellemi fejlődésre. Ami azt jelenti, hogy annál többen akarnak tanulni olyan dolgokat, aminek van értelme. Oké? Aminek van értelme. Nem olyan dolgokat, ami nem tud utána hasznosítani. Tehát ezt át kellene látni, hogy az embereknek nincs más kiút. Tudod, mi a két út? Vagy fejlődik, vagy meghal. Ennyi lesz. Ennyi a választás. Nincs harmadik. Tehát ezt most úgy lássátok, hogy szépen, nem gyorsan, engedik le az embereket a kútba. És akkor leértek, elvágják a kötelet. Érted? És akkor na, mász ki a kútból, ahogy tudsz. Érted? És az emberek meg élvezkednek, hogy jaj, de jó, ott vagyok benne a vödörbe, engednek lefele, nem baj, majd új területet látok. Hát még úgyse volt a kút alján, sose tudod. Hát számára az új terület. Hát megnézem, milyen a kút feneke. És akkor szépen lassan engedik. Hát még látom fönn az eget, érted? Semmi probléma. Ez van. Szépen engedik lefele a kútba, csak tudod, mi a baj? Hogy mikor leértek, az emberek elvágják a kötelet. Érted? És az a helyzet, hogy addig kell kimászni a kútból, amíg van kötél. Érted? Míg a kötél nincs elvágva.
És az azt jelenti, hogy az emberek egyre jobban rákényszerülnek majd arra, hogy tanuljanak olyan dolgokat, amit tényleg tudnak hasznosítani. És nézzük meg miket. Például azt gondolja valaki, hogy nem fontos az etika. Mindennek az alapja. Mert mi nem gonosz istenek teremtményei vagyunk itt a jelen életünkben, a jelen életünkben, hanem jó istenek teremtményei a jelen életünkben. Az azt jelenti, hogy ezáltal elvárják tőlünk, hogy etikusak legyünk. Ez egy elvárás. És úgy kap az ember segítséget a fentiektől, hogy mennyire tud megfelelni ennek az elvárásnak. Oké? És akkor ide visszamegyünk egy kicsit. Itt van a 10 életterületed. Elvárás az, hogy ezeken a területeken etikusan cselekedjél. A legtöbb ember azt se tudja, mi az. Mi az, hogy etika? Ha itt vagy, megtanulod. Ha nem, sehol nem fogják neked ezt megtanítani. Nem a 10 parancsolat az etika. Jó? Maradjunk ennyibe. És akkor visszatérve ide, hát a legtöbb embert nem tanították meg az általános iskolában tanulni. Engem se. Hát hogy tanuljon az ember hatékonyan? Mit jelent a hatékony tanulás? Hogy képes vagy a gyakorlatba átvinni a tudást. Ez jelenti a hatékony tanulás. Nem azt, hogy visszamond, mint egy gép, amit ugye tanítottak, hanem képes vagy alkalmazni. Ezért elég fontos képzés az, hogy az ember egyáltalán megtanuljon tanulni. Én most könnyebben megjegyzek bármit az életemben, mint előtte bármikor. Pedig nem fiatalodtam. Nézzük a következőt. Megismerd a saját magad működését. Hogy miért vagy olyan, amilyen. Hogy lehet az ember segítségére másoknak, bármiben is, mondjuk szellemi dolgokban, hogyha saját magát nem is ismeri. Hogy akarunk másokon segíteni, ha önmagunkat se ismerjük? Hogy akarsz ismerni mást, ha saját magadat sem ismered? Akkor a vérmérsékletünk nem egyforma. Ezt bizonyára felfedeztétek. Vannak olyanok, akik ugye tüzesebbek, van, akik kevésbé tüzesek. Ez megnyilvánul a munkában, hozzáállásban, stb. Most nem csak az ágyban. Tudom, hogy arra gondoltatok elsősorban. Jó, tehát lényeg az, hogy ezek a vérmérsékletek hogyan működnek, és hogyan állapítjuk meg, hogy ki milyen vérmérsékletű. Akár a saját vérmérsékletünket. Hát ugye tudod jól, hogy mit tudom én, van egy olyan ismerősödet, aki ilyen megalszik a tej a szájában típus, tudod. Hát arra biztos nem azt tudod mondani, hogy na milyen tüzes ember. Vagy itt van például a hangulat kérdés. Ki az, aki szeret rossz hangulatú lenni? Tegye már föl a kezét. Jó? Otthon? Hogy vagytok ebben a kérdéssel?
Tehát már mint úgy értve, hogy akik otthon hallgatnak most engem. Tehát azok is gondolatban nyugodtan fölteltik a kezüket, ha szeretnek rossz hangulatúak lenni. Ki az, aki szeret jó hangulatú lenni? Tegye már föl a kezét. Jó, ellenteszt sikerült, mindenki föltette. Tehát otthon is gondolom, így vagytok ezzel a kérdésben. Hát ez... És mit teszel azért, van-e technikád arra, hogy hogyan javítsd meg a hangulatodat? Megkérdezném. Akik itt tanulnak, azoknak, ha már elvégezték ugye ezt a szemesztert, illetve azt a coachképzést, akkor nyilvánvalóan halvány fogalmuk van róla, hogy hogy kell ezt megcsinálni, hogy az ember képes legyen jobb hangulatba lenni, mint rosszabba. Már csak azért is, hogyha ennek nem nézzük meg a jótékony hatásait, hogy mit jelent, ha valaki jó hangulatú, mi annak a jótékony hatása, hát ugye csak azt vesszük, hogy mennyivel jobban érzed magad, ha jó hangulatú vagy, már az bőven elég. És ezt ezért a jó érzésért meg kellene csinálni. Hogy az ember jól érezze magát a saját bőrében. Vagy például a személyiségfejlesztő coachképzés. Ugye mit jelent a személyiségünk fejlődése? Az azt jelenti, annak az a mutatója a személyiséged fejlődésében, hogy hogyan tudsz bánni az emberekkel. Minél fejlettebb valakinek a személyisége, annál könnyebben bánik az emberekkel. És akkor van ilyen, hogy elnyomás feloldó coach, hogy az ember képes legyen az őt körülvevő elnyomást helyesen kezelni. És az elnyomókat is helyesen kezelni. Vagy például, amiben most vagyunk, önbizalomteremtő coach. Pont itt tartunk. Ennek az ötödik hónapja következik szerdán. Hát gondoljátok végig, ha már 4 hónapot, 120 órát foglalkoztunk ezzel, hát akkor elég fontos téma. És elég sok információ van ezen a területen. És még ugye 1 hónapig biztos, hogy kitart ez a képzés. És a következő az a szeretetteremtő lesz. Tehát, hogy képes legyél szeretetet teremteni magad körül. Hú, de jó téma lesz. Ez is. És azután meg majd párkapcsolati coachképzésünk lesz. Kinek van párkapcsolata? Tegye már fel a kezét. Oké, jó, soknak, hála Istennek. Na, de tudod is már jól kezelni a párodat? Ha még nem, akkor meg tudod tanulni, semmi gond nincs ezzel. Jó? De az biztos, hogy akik már tanulták, és részt vettek párkapcsolati képzésen, azok jobban bánnak most a párjukkal, mint előtte. Ez biztos. Hát ugye itt vannak még aztán más, például gyereknevelés, egészségteremtő, boldogságteremtő, majd célmegvalósító, kommunikációs coach, emberi bánásmód, hatékonyság, növekedés, leszoktató, pénzteremtő, szervezetvezető, probléma megoldó, sikerteremtő, életszervező, marketing coach, konfliktus feloldó. Jó? Tehát van itt témánk bőven, ha azt gondolnád, hogy nem lehet itt eleget tanulni. Bebizonyítom, hogy lehet. Jó? Mert akik nálunk tanulnak és fejlődnek, azok képeseké válnak megoldani az életüket, és eljutni az aranykorba. Oké? Tehát nekünk ez egy fontos dolog, hogy azon az úton, ahol a felső létformába való visszatérés útján haladunk, egy nagyon fontos állomás és egy nagyon fontos fejlődési szakasz az aranykor. De az aranykorba is be kell jutni. És oda nem fognak bejutni azok, akik nem hajlandóak tanulni.
Nem tudom, hallottál-e olyan statisztikákat, hogy a különböző országokban hány százalékkal ugrott meg a halálozás mondjuk 2020-tól? Néztem. Jelentős mértékben megugrott. Jó? És ha valaki azt gondolja, hogy nem fog ennél jobban megugrani, akkor óriási tévedésben él. Mindenkit ki fognak vonni a forgalomból a fentiek, aki nem hajlandó tanulni és fejlődni. Oké? Maradjunk ennyibe. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket. Visszaadom a szót a házi asszonyunknak. Hát nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklós mesterünknek. A mai nap is rendkívül tartalmas volt. Megint megtudtunk egy csomó olyan új dolgot, amit eddig sehol senkitől. Én nagyon hálás vagyok, hogy a Teremtő ide vezérelt. Én azt szoktam mondani, rám talált a PPH, annak idején nem én találtam rá, jött. Én meg jöttem elsőre, és itt is maradtam, és itt is maradok. Ameddig nekem Szedlacsik Miklós tud új dolgot mondani, ezt szoktam mondani, de utána is. De hát nálam már kialakult a függőség, pedig már tanultam a leszoktató kócsot. Hát vége van a mai napnak. Mindenkit megkérek, hogy ezeket a kis műanyag tokokat Mariannak kis kosarába majd kimenetbe adják ki. És még van két nagyon fontos dolgunk. Egyik a körbenállás. Az úgy történik szó szerint, körbeállunk. Ha nem férnénk el, mert nagyon-nagyon sokan vagyunk, akkor ilyen hullámvonalakban, de úgy, hogy összefüggően fogjuk egymás kezét. Bal tenyérrel felfelé, jobb lefelé. És az energiát gyönyörű szépen körbe tudjuk engedni. Utána maradunk itt a csapatok fejlődése érdekében, és nagyon szépen köszönjük ezeket a lehetőségeket is, és az egész napot, és az egész tudást, és az összes tananyagot. És jó utat mindenkinek, nem tudom, hogy kocsikilépőt kérte mindenki. És akkor szeretnék elköszönni én, és jó utat hazafelé mindenkinek.